Ez a Kölcsei Televízió állatbarát műsora, köszöntöm Önöket. A következő témákkal készültünk mára. A Nyíregyházi Állatpark egzotikus macska gyűjteménye egyedülálló az országban. Az állatiban a legkisebbektől a legnagyobbakig számba vesszük őket. Párt kapott a park hím jeges medvéje. Magazinunkban bemutatjuk a moszkvai állatkertből érkezett 3 éves nőstény mackót. És műsorunkban ötleteket adunk négylábú barátaink fog- és szájápolásához. A Nyíregyházi Állatpark egzotikus macska gyűjteménye egyedülálló az országban. A legkisebbektől a legnagyobbakig most bemutatjuk ezeket a bámulatos ragadozókat. A Nyíregyházi Állatpark macskaféle ragadozói az Európai Faemlegőrzési Program keretében vannak itt nálunk. Nagyon fontos megőrizni őket a felnövekvő nemzedéknek, hiszen ezek jó része a természetben kritikusan veszélyeztetett, egyrészt élőhelyük irtása, másrészt az orvadászat miatt. Rendszertanilag, ha megnézzük a macskaféléket, akkor 37 faj tartozik közéjük, melyek közül 7 a nagymacskák közé tartozik, a tigris, az oroszlán, a leopárd, a hópárduc, a kötfoltos párduc, a gepárd és a jaguár. Az összes többi a kismacskák közé tartozik. A macskafélék testfelépítése nagyon hasonlít egymáshoz, hiszen kerek fejük van és lapos pofájuk, kiváló érzékszervekkel rendelkeznek, nem csak hallásuk és szaglásuk jó, de kitűnő a szemük is, a látásuk. Például napközben úgy látnak, mint mi emberek, de az éjszakai időszakban 6-szor jobban látnak nálunk. Bár testfelépítésük nagyon hasonlít egymáshoz, méretük, szőrzetük színe és mintázata is teljesen eltérő, hiszen kiválóan tudtak alkalmazkodni élőhelyükhöz. Éppen ezért a 37 faj 5 kontinensen található. Bár a Nyíregyházi Állatparkban a macskafélék legkisebb tagja a házi macska is megtalálható, hogyha a vadon élő állatokat nézzük, akkor az igazi különlegesség a Geoffroy macska. A Közép- és Dél-Amerika területén élő kistermetű macskaféle igazán különleges mintázattal bír, és általában a dél-amerikai macskafélék maximum 1500-2000 méter magasságig fordulnak elő, ám erre a fajra az a jellemző, hogy akár 3000 méteres magasságban is megtalálható. Mint a macskafélék legtöbb fajára, rá is a magányos életmód jellemző, éppen ezért a Nyíregyházi Állatparkban élő tenyészpár is általában elkülönített kifutókban él, csupán az ivarzási időszakban találkoznak az állatok. Igazán különleges mintázattal rendelkezik, amely sajnos a vesztét is okozza, hiszen a mai napig sajnos a szörmekereskedők kívánatos vadásztrófájává vált. Igazi állatkerti ritkaság, hiszen összesen 100 egyed látható a világ kertjeiben, köztük egy tenyészpár itt a Nyíregyházi Állatparkban. Szintén az új világ macskaféléjéhez tartoznak a jaguárok. A jaguárok általában a természetben sárga színnel rendelkeznek fekete foltokkal, de a melanin nevű pigment túltengése miatt létrejött a fekete színváltozat is. Általában a természetben 80%-ban sárga egyedek láthatóak, de mi mindenképpen beszerettük volna mutatni a vendégeknek, hogy vannak fekete színű állatok is. Éppen ezért az Andok Kalandok kifutó rendszerében mind a két színváltozatot meg tudják tekinteni a látogatók. Általában összetévesztik a leopárdokkal, mely fajra szintén jellemző a többféle színváltozat, de ha megnézzük a két állatot, akkor igazából szembetűnő a különbség. Míg a jaguárnak robosztus nagy feje van, vaskos tömzsi teste és rövid végtagjai, a leopárd, amely egyébként Afrika és Ázsia területén őshonos, sokkal nyurgább, vékonyabb a testalkata és más a foltozottsága is, hiszen míg a jaguárra a rozetták között, a kör alakú foltok között egy pötty található, a leopárd csupán kör alakú karikákkal rendelkezik. Nagyon érdekes, hogy a fekete színű állatokon is ez megtekinthető a napfény hatására. Az afrikai leopárdok mellett
különleges leopárd alfajjal is találkozhatnak a Nyíregyházi Állatparkban a vendégek. A legnagyobb testű leopárd alfaj a perzsa párduc. A Nyíregyházi Állatparkban élő macskafélék az Európai Faj Megőrzési Program keretében élnek itt nálunk. Így történt ez a perzsa párducoknál is. Az első állatok 2009-ben jöttek hozzánk, és az ő egyik hím utódukhoz a tavalyi esztendőnben kihelyeztek egy nőstényt. Az ő szerelmű gyümölcseként pedig egy ikerpár látott napvilágot. Nagyon fontos, hogy jó genetikai állományú állatok szaporodjanak zártartási körülmények között, hiszen erre az alfajra is az a jellemző, hogy veszélyben van a természetben. Összesen a Közel-Keleten 1000 egyedül található, míg zártartási körülmények között összesen 98, ezek közül most már 4 itt a Nyíregyházi Állatparkban. Az ázsiai kontinens legmagasabban élő nagymacskája a hópárduc, melyet Irbisznek is hívnak, sőt a Himalája népei szellemleopárnak, hiszen nagyon ritkán látható a természetben. Sajnos populációi csökkennek napjainkban is, hiszen az orvadászat és a tradicionális gyógyászat miatt, mivel csontjainak gyógyhatást tulajdonítanak, a mai napig veszélyezteti állományukat. A kecsketenyészők sem kedvelik igazán, hiszen általában a hópárducok elzsákmányolnak a házi állatokból egy-egy példány, hiszen számára ez a legkönnyebben megszerezhető zsákmányállat. A hópárducok akár 5500 méter magasságban is előfordulnak, és hogyha megnézik a Nyíregyházi Állatparkban élő állatokat, akkor jól látható a vastag bunda és a hatalmas tömzsi farok, melyet a természetben akár takaróként is használnak az állatok. A hópárduc Tatárföld és Kazasztán szimbólumállata, hiszen ő nagyon kevés él belőle a természetbe, de a legritkábban előforduló és sajnos legnagyobb veszélyben lévő állatok a tigrisek. 9 alfaja élt annak idején a Földön, ám a Kaszpi, a Jávai és a Balti tigris már kipusztult a természetben, most jelenleg 6 alfaja van. A Nyíregyházi Állatpark abban a szerencsés helyzetben van, hogy 4 alfajt is bemutat a tigrisfélék közül. Aki ellátogat hozzánk egy kis odafigyeléssel, könnyedén meg tudja állapítani az alfajokat. Az egyik legkisebb, ám igazán vörös-narancsos bundával bíró tigris alfaj, a maláj tigris. Ők olyan 100-120 kg testtömeggel bírnak, és kisebb termetűek jóval, mint a legnagyobb tigris alfaj, a szibériai tigris, mely akár 300 kg-os testtömeggel is rendelkezik. A legtöbb állatkert szibériai tigris tart, bár a természetben csökken a populációjuk, a zártartási körülmények között a legkönnyebben tartható alfajról van szó, hiszen nem szükséges a belső fűtött kifutó a számára. A szumátrai tigris a legkisebb alfa és a legdélebben élő alfa egyben. Mindösszesen 80-100 kg testtömeggel bír egy kifejlett állat, de legkönnyebben megkülönböztető tulajdonsága a pofasörény, melynek segítségével az ide látogatók is meg tudják őt különböztetni a többi itt élő állattól. A kritikusan veszélyeztetett szumátrai tigris és a veszélyeztetett maláj és szibériai tigrisek mellett egy igazán különleges színváltozatot, a fehér tigris is bemutatjuk a nagy közönségnek. A fehér tigris a bengáli tigris színmutációjaként jött létre, nagyon sokan azt hiszik, hogy albino állatokról van szó, de hogyha albino lenne, akkor piros lenne az állat szeme. A fehér szín egy recesszív génnek köszönhetően jött létre, és csupán akkor alakul ki ez, hogyha mind az apa, mind az anya állat fehér színnel rendelkezik. Míg a többi alfaj a természetben él és kritikusan veszélyeztetett, illetve veszélyeztetett kategóriába sorolható, a fehér tigrisek kifejezetten állatkerti állatok nem lennének képesek zsákmányolni a természetben. A macskafélék leggyorsabb rövidtávfutó bajnoka a gepárd. Nagyon sokszor összetévesztik a leopárddal, de hogyha alaposan megnézzük a mintázatát, akkor könnyedén be tudjuk azonosítani. Legszembetűnőbb tulajdonsága a szemzugból a szájsarkáig húzódó könyvminta, de apró foltok is jellemzőek rá, neki nem rendeződik rozettákba a bundája, mint a leopárdoknak. Ha megnézzük a testalkatát, jól látható, hogy rövid távfutáshoz alkalmazkodott, hiszen hosszú megnyúlt végtagjai vannak, és hosszú farka segítségével könnyedén tudja az irányváltoztatást is megejteni. Latin neve Acionix jubatus, mely azt jelenti, hogy nem mozgó karom és sörényes, utalva arra, hogy míg a többi macskaféle be tudja húzni a karmait, ő erre nem képes, valamint már a kölyök állatoknál is jól látható az apró sörény.
gepárdjaink szomszédságában az állatok királya az oroszlán található, amelyet mindenki ismer, hiszen az ivari dimorfizmus erőteljes, hiszen a ivar érett hím állatok sörényt viselnek. Ráadásul testalkatuk 20-30%-kal nagyobb tömegű, mint a nőstényeké. Míg általában a macskafélékre a magányos életmód jellemző, hiszen csak szaporodási időszakban találkoznak az állatok, az oroszlán falkában él. A nyíregyházi állatparkban a normál színezetű oroszlán falka mellett egy igazán különleges bundájú csapattal is találkoznak a vendégek, hiszen fehér oroszlánokat is tartunk. Inkosi és Binti már több ízben szaporodott, a legutóbbi alkalommal egy hármas sikerpárnak adott életet az anyaállat. Az oroszlánoknak több alfaja is van, a fehér oroszlán a Krüger oroszlánnak a színváltozatához tartozik. Nagyon érdekes, hogy míg a fehér tigris nem életképes a természetben, a Krüger oroszlán megtalálható Dél-Afrikában, azon a területen, ahol fehér homokos a folyómeder. A fehér oroszlánokat isteni küldöttként tartották számon az őslakosok, és élték világukat mindaddig, amíg a fehér ember nem vette eszét létezésüknek. 1960-as években Chris McBride Timbavati fehér oroszlányai című könyve alapján igazi népszerűségnek kezdtek el örvendeni az állatok, de sajnos a populációjuk emiatt elkezdett hanyatlani, hiszen a vadászok kívánatos trófájájá vált ez a színváltozat. Nagyon fontos, hogy állatkerti körülmények között bemutassuk őket, így most jelenleg a világon 500 ilyet található, köztük 6 állat itt a Nyíregyházi Állatparkban. Ha már macskafélőről van szó, ne feledkezzünk meg hazánk legnagyobb macskaféle ragadozójáról, a hiúzról sem. A hiúz könnyedén felismerheti bárki, hiszen foltos bundája, pamacsos füle, szakálla és rövid farka segítségével könnyen beazonosítható. Hazánkban az északi középhegységben található egy kisebb populáció, az Zemplénben, illetve az Aktaelki karszt környékén, de rejtőzködő életmódot folytat és magányos állat lévén igazán ritkán futhat vele össze az ember, ám ha a Nyíregyházi állatparkba ellátogatnak, akkor nem csak velük, hanem az összes macskafélével szinte test közelből találkozhatnak. Új jegesmedve érkezett a moszkvai állatkertből a Nyíregyházi Állatparkba. A 3 éves nőstény medve elérte a tenyészérettséget, így a Sóstófürdőn élő hím jegesmedve mellé helyezték át, remélve, hogy hamarosan utóduk születik. A Nyíregyházi Állatparkban a különböző állatfajokat kontinensenként igyekszünk bemutatni. Egyik nagy kifutórendszerünk a sarkvidék állatfajait mutatja be. Ezek közé tartozik a rénszarvas, sirályokat tartunk ott, fókákat, valamint az északi sarkvidék legnagyobb csúcsragadozóját, a jegesmedvét. A jegesmedvék az északi sarkvidék csúcsragadozói, fókákkal, kisebb halakkal táplálkoznak. Gyakorlatilag veszélyforrás számukra csak a karcárnyú delfinek vagy rozmárok jelentik, de ők is csak akkor, amikor védik kicsinyeiket vagy a fiatalabb egyedeket. Gyakorlatilag vannak olyan egyedek, akik nem is jutnak soha szárazföldre, bár a felmelegedés az nagy fokban csökkenti az életterüket, de gyakorlatilag csak a jégmezőkön járkálnak, és ott is szerzik táplálékukat. A legnagyobb testű medvefélék közé tartoznak a jegesmedvék a kodiák medve mellett. A nőstények 500 kg testsúlyig növelhetik a testsúlyukat, de ezt is csak az elléskor, illetve a szoptatási időszakban, a hímek pedig akár 700 kg-osak is lehetnek. Az jellemző a testükre, hogy vastag zsírszövetet építenek magukra, főleg azokban az időszakokban, amikor sok táplálékállattal találkoznak, és ezt képesek raktározni is. A zsákmányaikért körülbelül 70 kilométert is képesek elmenni, ezt lehetővé teszik görbülő rövid lábaik, valamint úszni is nagyon jól képesek, vagy lékekben vadászni. A lékeket önmaguk is fel tudják törni, akkora erő van a
mellső mancsukban, hogy felugranak, és ilyen szilánkszerűen összetörve a jeget, lékeket válnak, majd megvárják, míg a fókák levegőért jönnek föl, valamint halászni is nagyon jól tudnak. Úszni is rendkívül jól tudnak, ezért víz alatt 2 percig is képesek akár lemaradni, és a halakat nagy tömegben felvenni maguknak. Szőrzetükre az a jellemző, hogy fehér színűek, ez egy kicsit csalóka, mert vannak üvegszínű szőrszálak is, emiatt egy kicsit ezüstösnek tűnhet a szőrzetük. Minél idősebb egy jegesmedve, annál sárgább lesz viszont a szőrzete. Ez a Nyíregyházi Állatparkban látható is, hiszen bemutatunk fiatal egyedeket, illetve egy idősebb nőstényt is. Az a jellemzőjük még, hogy a bőrük az fekete színű. Ez azért fontos, mert a sarkvidéken a zord időjárási körülmények miatt csak így tudnak elegendő meleghez és napfényhez jutni. Így a bőrük felveszi ezt a napmeleget, amit így csak a bőrük által tudnak, valamint a zsírréteg által védekeznek még a hideg ellen. Érdekességük még, hogy mancsuk szőrös, ez azért nagyon fontos, mert egyrészt szigetel a jégmező, illetve az állatteste között, másrészt pedig nem csúsznak el a jégen, harmadrészt pedig az úszás szempontjából érdekes, mert kutyaszerűen úsznak, gyakorlatilag csak a mellső lábukat használják, a hátsó lábuk pedig gyakorlatilag követi az úszás folyamán azt a mozgásformát, amit ezáltal próbálnak nyújtani. Ez azért is jó, mert a Nyíregyházi Állatparkban egy medencében ez megfigyelhető, hiszen látványetetéskor a medencébe kapják a takarmányt, a medvék beugranak, fejjel ugranak a vízbe, és utána ezt az úszást produkálják is. Közelmúltban érkezett hozzánk Snezanya Moszkvából egy fiatal jegesmedvenőstény, jelenleg ő 3 éves. Először külön tartottuk őket, és rácson keresztül ismerkedhetett társaival, akik a mi kifutórendszerünkben élnek. A kifutóban jelenleg 3 jegesmedve található Snezanyával együtt. Zora, egy idősebb nőstény, aki jelenleg már 27 éves, rajta látható már az öreg medve jellemzője, a sárga szőrzet, a kicsit lógósabb bőr, ezt megfigyelhetik a látogatók is, valamint a kifutóban található Fite, aki Rostokból érkezett hozzánk, szintén egy 3 éves fiatal hím. Az a célunk velük, hogy a tenyészprogramban részt vegyenek. Gyakorlatilag a jegesmedvék száma annyira lecsökkent a felmelegedés miatt, hogy az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége nagyon fontosnak tartja a nemzetközi tenyészprogramoknak a létesítését. Ebbe beletartozik a jegesmedve is. Mi azért kaptuk ezt a jegesmedvét, hogy a tenyészprogramban részt vegyünk velük, hiszen most már ivaréret lett a nőstény is, így egy 3 éves fiatal párral nagy eséllyel születhet utód tőlük. Állatkertekben összesen 208 jegesmedve él. Ez is mutatja azt, hogy a kinti állományhoz képest mennyire kevés az, akit tenyészprogramba is lehet venni, valamint fiatal pár is. A tenyésztési időszak április-májusra tehető, így a bocs születése vagy bocsok születése november-februárban várható. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy megmarad-e a ciklusa a jegesmedvének, illetve beáll-e rendesen. Egy fiatal párnál sokkal nagyobb esély van rá. Fite, illetve most Nezánya is nagyon jól alkalmazkodott az itteni csapatba. Zora egy idősebb medve, egy idősebb nőstény, akitől azt várnánk, hogy segíteni fogja a fiatal párt az utódnevelésben. Négylábú barátaink boldog és egészséges életéhez sokféleképpen hozzájárulhatunk. A helyes táplálkozás kialakítása és a megfelelő mozgás biztosítása mellett fontos, hogy figyelmet fordítsunk kis kedvencünk szájápolására is. Nem csak mi magunk, hanem kisállataink is küszködnek különböző szájhigiéniai problémákkal. Leggyakrabban a fogkövesedés,
szájfertőzések, illetve az ezek következtében kialakult íngyulladással találkozunk. Eloszlatnék egy tévhitet, miszerint a kutya nyála gyógyító hatású. Ez nem így van, ugyanis a kutya macska szájüregében is megtalálhatóak azok a baktériumok, amelyek hasonlóan a mi szájüregünkben is benne vannak. Annyi különbséggel még, illetve erre jön rá, hogy kutyáink, macskáink mindent a szájukba vesznek, megrágnak, belekóstolnak mindenbe, és nem mosnak fogat, mint mi. Példaként említeném, gyakran műtétek után a sebfertőzések valódi oka, az sokszor az miatt van, hogy a gazdik nem tudják, vagy nem tudnak róla, hogy meg kellene akadályozni abban a kutyát, hogy kinyalogassa a sebét. Ezzel tudnak a legnagyobb kárt tenni a műtéti sebeikben. Szájfertőzésekkel macskákban leggyakrabban vírusos megbetegedések kísérő jelenségeként találkozhatunk, ilyen például a macskaét, ez a macska immunhiányos megbetegedése, macska leukózis vírus, illetve a pánleukopénia vírus. Utóbbi kettő ellen kereskedelmi forgalomban lévő vakcinák elérhetőek, tehát megelőzhető betegségekről van szó. Ilyenkor gyakran szájfekélyekkel találkozunk, melyek külön kiegészítő gyógykezelést is igényelnek. Egyéb okok miatt itt leginkább a mechanikai okokat tudnám említeni, amelyek szájfertőzéseket okozhatnak, itt a nem megfelelő táplálék, tehát itt az erős szárnyas csont túlsúly az étrendben, kutyáink, macskáink összeverekednek, megsérül a szárnyálkahártya, és már is elindulhat egy fertőzés. Most ez rendszerint magától rendeződni szokott, viszont hogyha egy gyengébb immunállapot is társul az egészhez, akkor sokszor gyógykezelésre is szükség lehet. A leggyakoribb szájhigiéniai probléma kutyáinknál viszont a fogkő. Tulajdonképpen ez a fogkő, ez úgy alakul ki, hasonlóan így az emberi fogszugasodáshoz, először lepedék képződik a fogakon, és mivel ezt nem mossák le a fogukról a kutyák, illetve nagyon kevés gazdi mos fogat a kutyáinál, ez miatt ebben baktériumok szaporodnak el, melyben végül mézsók rakódnak le, és már is kész a fogkő. Nem csak esztétikai problémáról van szó. Tehát ez elég komoly késői következményekkel járhat egy időben nem kezelt fogkő, mivel a fogkő behúzódik a fognyak és az íny közé, lesorvasztja idővel az ínyt teljesen, kilazulnak a fogak és ki is hullhatnak. Nem említve itt a különböző foggyökérbetegségeket, amelyek sokáig rejtve maradhatnak, csak apróbb, kisebb-nagyobb jelekből következtethetünk arra, hogy valami nincsen rendben. Tehát például a szem alatt duzzadt a kutyának, akkor ott valami foggyökér probléma szokott leggyakrabban a háttérben lenni. Ezért érdemes minél előbb egyszerűen meg lehet állapítani, felhúzzák a kutyának a kis pofáját, pofikáját, és már is látható a fogkőnek egy része. Hát ugye ez csak a jéghegy csúcsa, mert legtöbbször a fogkő mélyen behúzódik tényleg a foggyökér felé. Tulajdonképpen tünetei vannak ennek az elváltozásnak, amit észrevehetünk otthon, hogy sokkal tovább rágódik el a táplálékán a kutya, kiesik a szájából, nem szívesen rág, nyázik, illetve erős szájszaga van. Ilyenkor vigyék el állatorvoshoz, jobb minél előbb átesni egy szájüregi vizsgálaton. Fogkövesedés leggyakrabban kistestű kutyáknál fordul elő. Itt már életkortól függetlenül, tehát már 1-2 éves korban is megállapítjuk a fogkövességet. Itt néhány fajtát kiemelve, Yorkie kutyus, Havanese, Bolognese, Uszkár, Tacskó, ők a legbeszélyeztetettebbek a fogkő szempontjából. Viszont
nagytestű kutyáknál is meg szokott jelenni a kór előre haladtával. Nem feltétlenül jelent ez problémát, szinte minden kutya fogköves, így valamelyik fiatalabb korban már, valamelyik csak idősebb korban nem feltétlenül igényel egy enyhe fogkövesség, egy altatásban történő beavatkozást, de érdemes azért megnézetni szakemberrel. Fogköeltávolítást egy felületes bódításban végezzük. Ez egy szinte egy veszélytelen beavatkozásról van szó. Nagyon sok gazdi félti a kiskutyáját, mert hogy be kell őt altatni, de egy nagyon biztonságos kombinációval tényleg csak egy felületes bódításban részesítsük, hogy fájdalommentesen átvészelje azt a 15-20 percet. Magát a beavatkozást egy úgynevezett ultrahangos depurátorral végezzük. Ez kíméletesen lepattintja a fogkövet, az erősen rátapadt fogkövet a kutya fogairól, és ilyenkor találkozunk gyakran szövődménnyel, mint például, hogy kilazult a fog, teljesen elfertőződött a foggyökér, és gyakran ki is kell húzni ezeket a fogakat, mert komoly fertőzési forrást jelent. A 20 perces beavatkozás után egy ébresztő szerrel szoktuk lekezelni az alvó állatokat, melyet követően nagyon hamar magukhoz is térnek, és mintha mi sem történt volna, haza is sétálhatnak a gazdival. Megelőzésként a következő dolgokat tudom ajánlani. Első körben minél fiatalabb korban érdemes száraz tápra rászoktatni a kutyust, mert ez egy ilyen mechanikai lepedékeltávolításnak minősül, így késleltethetjük a fogkő kialakulását. Ezen kívül kaphatóak különböző rágókák, fogsejmek, szájvizek, szájfertőtlenítő oldatok, melyekkel ugyancsak kitolható így a beavatkozásnak az ideje. Végső soron én azt mondanám, de a legfontosabb az, hogyha időben észrevesszük a fogkövet és eltávolítjuk, akkor megelőzhetőek a későbbi súlyos következmények, tehát a foghullás, fogkilazulás elkerülhető. Önök a Kölcsei Televízió állatbarát műsorát látták. Állatival legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra és kedvenceikre. Viszontlátásra!